évet, gimbolisták! Szép jó estét mindenkinek! Újra elkezdődött a szezon. Kedd este van 20 óra 02, és elfogadta meghívásunkat Tiszai Vivi! Hello! És elhozta a fülbe valóját is magával! Ők ketten, amióta Vivi megjött, azóta Vivi fülbevalójáról beszélgetnek. Vikélek. Mint egy 47 perc, csak hogy most így maradj így, és most mindenki tökéletesen látja, hogy egyébként gyönyörű a fülbevaló, de Mikeyban mély nyomokat hagyott. Egy kicsikét elcsúsztatott fehér répa. Egy karácsony fadíszen. Vagy egy rock'n'roll nyíl. Ha vagy. Igazából az is lehet, de szerintem... Nem veszem ki, pedig ki akartam menni, faragott, nem veszem. Faragott fehér. Most már neved ki, ennélkül föl se foglak ismerni az utcán. Azt mondta egyébként, hogy engem ismer valahonnan, csak én azt nem tudjuk, hogy honnan. De szerintem... ha valamelyikötök tudja, akkor az is írja meg! Így van, itt van velünk ma este is Gibbonok főatya, Rike! Boldog nektek is, és itt van velünk szokás szerint a műsorvezető társam, a Mikey! Szevasztok! Boldog új évet neked is még egyszer. Köszönöm szépen, ezt a kört már elnyomtuk egyébként vasárnap, nem tudom, emlékszel rá? Én igen, de te kezdted, én csak beszálltam. Ja, én neki köszöntem boldog új évet. Na, ez a buli meghalt, támasztunk föl! Didi, mi a helyzet a fülbe való? Na, székessük még kicsikét! Karácsony ajándék egyébként. Á, kit el? Barátnő. De jó fej barátnéd vannak. Bizony. Nagyon szép helyről van egyébként a lábú. A répa fölbe. Nem répa. Szuper, ha egyébként ha valaki nem tudná a Disney-t hova kell tenni, akkor gyorsan helyezzük képbe, így a nézőket, mert belefutunk. Köszönöm ebbe az egészbe, mert nem fogják tudni, hogy most így miért is vagy itt, meg mit tudom én. Azt mondta, hogy most fog zavarba jönni. Nem a fülbevalója miatt. Nem a fülbevalója miatt, nem, azt mondta, hogy most fog zavarba jönni, ugyanis nagyon sokak szerint, szerintem is, Mikey szerint is, igen, én szerintem tudja, is. De Mikey szerint is, Vivi a legjobb női dobos. Yeah! Már jó, tudod, a kerületben? Itt a stúdióban. Az jó, oké, ezt köszönöm. Nem, tényleg ez a hír járja, hogy te vagy a legjobb női dobos, bizonyám. És nem csak, hogy te vagy a legjobb női dobos, hanem ezt tanítod is, és majd még ki fogunk térni arra, hogy hol is láthatnak téged, tehát azért ezen a vonalon végig fogunk menni. Így, de így, ugye így. Azt mondta, hogy egyébként az a kérdés, hogy hogyan kezdett el dobolni, az hát az mindig elhangzik, úgyhogy most egy ilyen 160 körben mondd el, légy szíves. De egy nagyon gyors kör, tessünk túl rajta. Gimnázium, rockerlány voltam, vagyok, de... Azt hittem, hogy számolod a mondatokat. A karaktereket! Sejtitek, hogy mi volt itt műsorban, hogyha már így be van párítolva. Na, tehát lényeg az, hogy tínédzser korunkban a lányzenekar fantáziája felmerült, hogy legyen egy ilyen a gimiben, és még három lányjal kitaláltuk, hogy akkor csináljunk egy rockzenekart, beraktuk a kalapba a cettiket, amire ráírtuk a hangszereket, kihúztuk, és azt kellett mondani, hogy tipis-toppi. És a dobnál nem mondta senki, a basszusgitárnál a barátnőm gyorsabb volt, pedig én basszusgitárra szerettem volna, de hát ugye az történt, hogy a dobnál ott maradtunk egy hoppon, és mondtam, hogy na jó, akkor leszek én a dobos. Egyébként édesapám dobol, és hogy nem, de el volt rakva hátul a szekrényben dobfelszerelés. Ez egy ilyen karmikus dolog. Mekkora lehet az a szekrény? Mi? Csak az volt benne. Abban hátul, tehát nem is az, hogy csak az van benne, hanem még annak a hátuljában egy dobfelszerelés. Egy ilyen zenekari Narnia. Igen. Aztán mégis csak így, én megszerettem ezt az egész dolgot. Egyébként meg maga az, hogy miért lettem dobos, illetve miért lettem zenész, lányzó, inkább ez azért volt, mert hogy ez a gruppi fogalma annyira nem tetszett, viszont tetszett, hogy a fiúk azok mennyire jól néznek ki. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát ne legyek már ez a gruppi lány, hanem inkább akkor csináljak valamit, és akkor... Fiú. Ja, nem, az nem, de hogy közel legyek ez a világhoz, és igaziból belezúgtam a dobolásba, úgyhogy ez így maradt. Akkor tök jó, hogy lestipis-topis felőled a barátnőd a basszusgitárt. Igen. De megköszönted neki? Köszönöm szépen! Most. Közben itt volt az ideje. Hány év is telt el? Nem is tudom, 10. Köszönet nélkül? Oké, csak én kíváncsi voltam. 10 éve dobolsz meg csak? 12. Már is triálisabb. Nem, ezt csak azért kérdeztem, hogy tudjuk, hogy mikor fogod megköszönni, hogy elhívtunk ide. Gyors matek egyébként. Most megköszönöm. Annyira hálás vagyok, köszönöm szépen. Na, itt kezdte. Mi vár még rá? Ó, azt meg a nézők se tudják. Egyrészt egy csomóan megköszöntetek, és sziasztok még egyszer mindenkinek. Ha valaki nem osztotta még meg a műsort. Ez Magyarország legmegosztóbb műsor. Hát akkor kérem szépen, gyorsan húzunk bele. Hú, hát hozhattál egy poén cintáért egyébként. Tényleg egy ilyen poén cint, ezt majd kölcsönzünk tőled legközelebb. Szóval,
A hagyományból mondjuk egyébként. De jó. Ha nézted volna a műsorokat, tudnád. Kiestél már az amén. Szóval, ha valaki nem osztotta meg valószínűleg, ez idő alatt, amíg itt elpoinkodtunk, már ugye megosztottátok. Ha valaki nem lájkolta még a Gibbon Games, az mit csinál? Szégyelje magát. De nagyon gyorsan pótolja be, ezt is te lájkoltad már a Gibbon Games? Igen. Hogy rávágta? Ezek szerint most szégyelli magát. Ezen kívül a műsorunk interaktivitása nem változott, ahogy mindegyiket, ezt is közösen alakítjuk, mi vagyunk az ország első Facebook TV-je, yeah! Úgyhogy lehet mindenki írogasson, nyugodtan kérdezzetek Vivitől, tonna számítanak a kérések, szokás szerint marad a verzió, két játék között külön komment szekciónk van, úgyhogy azokat a kéréseket, amiket útközben nem válaszolunk meg, azokra sort fogunk keríteni a végén, úgyhogy senki se ijedjen meg, hogyha nem foglalkozunk egyből a kérdésével, sorra fog kerülni, csak legyetek kitartóak. És ha már a játékok szóba kerültek, akkor örömmel közöljük veletek, hogy az 5x3 nyugdíjba vonult, és helyette egy új játékkal fogunk beköszönni nektek. Ezt így, meg fogjátok így majd tudni, hogy pontosan mi is, amikor elkezdődik a játék, illetve a bünti feladat is egy picikét változott, úgyhogy új év, új izgalmak, te vagy a tesztalan. Juhu! Jó lesz ez. Bizony, bizony. Na ennyit így a spoilerezés, hogy senki ne menjen soha, mert rengeteg izgalom már rátok itt 2019 küszöbén. Na! Tehát kérdezzetek bátran, mi pedig hol is tartottunk? Mi is érezzünk bátran. Abszolút. Azt már kiderült, hogy hogyan lettél dobos. Mennyi időt telt el, még végül, tehát onnantól kezdve, hogy elkezdtétek ezt a kis csajbandát a suliba. Mire végül azt mondtad, hogy semmi más nem érdekel most már, tényleg akkor álljunk rá, és akkor zene, és akkor a fősulit is úgy keresünk, vagy nem keresünk, mert inkább zenélünk, ezt is mondjál, elárulod. A Kőbányaiba jártam, Kőbányai könyvzenei fősuli. Jó, hát azért sok jó zenész végzett. De igen. Hát a teljes őszinteség, és nem fogom itt ezt vék alá vetni. Édesapám benyomott ebbe az iskolába, fogalmam nem volt az egészről, csak hogy a gimi után legyen valami ugye. És elkerültem a Jávor Ingri bácsihoz, egy zseniális tanárhoz, aki lehadott a Sramko Jánoshoz, aki szintén egy zseniális tanár. És akkor is még úgy voltam vele, hogy ez az inkább ellógom, meg nem érek el, nem tudom, és aztán jött a Led Zeppelin, mint zenekar, ugye a fülembe, és rájöttem, hogy úristen, a John Bonzo az istenem szerelmem lett, és lényeg az, hogy annyira megszerettem a Led Zeppelint, hogy elkezdtem ilyen zenéket gyakorolni, hallgatni, és a suli végén, a harmadikra már úgy gondoltam, hogy na jó, ezért ez már ennyi időt elfecséreltem erre a dobolásra, akkor ezt már csináljam komolyan. És igen, ez úgy 10 éve rákozva. Nem, én 17 voltam, vagy 18, és aztán utána, mint 2 év után bekerültem a Kőbányaiba. A harmadik évben jött az Ózom a menevű zenekar, abba bekerültem, és akkor lett ez igazából komoly sztori, mert akkor már nyilván így készülnem kellett a zenekar próbáira, meg a fel... Vinnem kellett, dobterült. Vinnem kellett, mind a kettő, igen. És lehet dobom, tehát azért ez így komoly lesz. Szóval mondjuk így 17 évesen kezdtem el, de amióta vérkomolyan gondolom ezt, ez egy ilyen 20 éves korom óta. Most vagyok 33 éves, úgyhogy lehet számolni. A matekosok jöjjenek a megfejtések, gyerünk. Aki először beírja, az nyer. Írja neked Vincentius, Led Zeppelin, jó Vivi. Hát ez az ütős újévi kezdés, imádom. És meg Zsófi írta, én is kérem a cint. Mert többen követelik a cint ezek szerint. Jaj, hogy ütős. Igen. Na most esed le. A stand-upot. Tudok bázsol, azt hittem, hogy tetszett neki a beköszönésünk. Hát még jó, az is tetszett neki. Az, hogy elégedett voltam magammal, és azért tart ennyi ideig, mert akkor a saját magammal. Föl kell dolgozni, hogy nem őt dicsérik, hanem téged. Beletiportunk az egójába egy picit. Még ez maximum egyszer fordulhat el. És aztán kiszállok. Igen, anyukai is majd ír neki valami kedveset. Anyukai mindig kommentel egyébként, tehát jó fej. Az anyukája. Tényleg. Mindig itt van velünk. Törzs nézőnk, így van. Azt mondta ma is, hogy bekukkantok, megosztom. De édes. Ti is kukkantsatok be, és maradjatok is itt, ha már bekukkantatok, és ti is osztátok meg. Így van. Mike anyukája okos, tegyetek ti is olyan, mint Mike anyukája. Tudom még rontani, nem teszel fel semmi kérdést. Hogy jutottunk el odáig? Na, lépjünk tovább. Ugye tanítod is a dobolást. Hogy jutottunk el odáig, hogy az jutott eszedbe, hogy kevés volt a fellépés? Nagyon nagy. Vivit rá téged, mint a többi zenészt arra, hogy oktassad is. Na, igen. Kicsit kikezdték egymást. Ez a másfél óra jelent. Igen.
is. Nem, hát, nem, a lényeg az, hogy nagyon sokáig gondolkodtam ezzel, hogy tanítsak. El is kezdtem, de tehát, hogy amíg én nem tudtam úgy dobolni, hogy azt mondjam, hogy tehát ez ilyen habiszti tanítás volt, ám bár maga a dobolás, ez nem feltétlen csak az, hogy ritmus képletek sorozata. Ez egy nagyon komoly lélektani fejlődést is adhat. És azért találtam ki azt, hogy csak csajoknak, mert... Habár, hogyha tegyük helyre a dolgokat, ja. Kedves nézőnk, Vivi kizárólag hölgyeket tanít dobolni, tehát hogyha férfi társaink valamelyike úgy gondolná, hogy de jó lenne Vivitől tanulni, mert milyen szimpatikus, ki kell, hogy ábrándítsuk, nektek marad a koncert, ott tudjátok élvezni művészetét, tanítani titeket nem fog. Elemen Zsófi, hogyha cintányért szeretnél, akkor menj Vivihez tanulni, aztán kapj egyet nekünk is. Kor megkötés van? Ha már mondjuk 9 év fölött. Fölött, jó, jó. Igen. Hát nem, hogyha valaki kedvet 6 éves kislányát betolni, akkor az ne tegye. Csak de egyébként attól függ. Tehát 3 éves kislányt még nem biztos, hogy elkezdenék tanítani, mert le se ér a lábja. Igen, de jó dolog egyébként, tehát a gyerekeknek is nagyon ajánlom ezt a dobolást. Szóval, hogy visszatérve, hogy maga a, olyan csajok jöttek nagyon régen hozzám, vagy kettő ilyen lány jött hozzám, aki visszafogott volt, bezárkózó, picit fiús, nem volt annyira csajos. És valahogy a zene, meg a dobolás, az kihozott egy olyan fajta tök jó képet magáról, hogy nem kell így élni, hanem ez az, így beleveti a mindenbe magadat, érted? Tehát, hogy fellazít maga a zene, meg a dobolás. És most már van, képzeljétek el, van egy 53 éves tanítványom, ez egy kedvencem, van egy wow. 20 éves. Tehát, hogy jönnek teljesen különböző korú csajok, hölgyek, és mindegyiken azt látom, hogy úgy jönnek egy pici gátlással, de 2 hónap után már ilyen és lehet azért is, mert folyamatosan pattogok körülöttük, meg így adom át ezt az energiát. Lehet, hogy képzelni egy ilyen órát. De tök jó, és játsszák, és csinálják, és már az van, mint a 3 hónap után már simán ledobolnak egy olyan dalt, amire azt se tudták volna, hogy ez micsoda. Szóval én nagyon élvezem a tanítást, meg azt látom, hogy a hölgyek is imádják ezt az egészet, úgyhogy gyertek. Szökké, és honnan jött, hogy csak csajok? Nem úszom meg. Nem úszom meg. Hát két dolog, nagyon jó marketing fogásnak tartom. Okos. De nem, tehát az van, hogy én próbáltam tanítani fiúkat is, és ebből mondjuk 2 így rám nyomult, de szóval jól esett, de nem annyira igazából, tehát ne erről szerintem óra. Illetve vagy ez a dominancia harc, hogy egy idő után a nő nem mondja már meg, hogy mi van. De egyébként ez régen volt, tehát lehet, hogy már nem így lenne, és most már jobban tudnám ezt kordába tartani. Régen ez... De most mivel meg már ez maradt? De most már... Meg... De most már ez a brand. Most már ez a brand. Ez a brandem. Ez az. Vivi nőket tanít, úgyhogy most már ez így is marad. Yeah. És több a nő, mint a férfi. Hány zenekarod van most aktívan? Ugye van a fő, a Holy Chicks, kis saját zenekarunk. Csapcsajok. Akivel nem sokára ráadásul jön album is. Nagy lemez. Nagy lemez az első, mert már van egy EP-nk. Van egy EP-nk. Nem EP. Nem. Mi az EP? Azoknak, akik nem tudom, én tudom, csak... Kis lemez. És most jön a nagy lemez, írogatjuk, átköltöztünk egy tök jó próbaterembe, úgyhogy ilyen jönnek a kreatív ötletek, szóval nagyon-nagyon várom, hogy mi lesz ebből. Ez március 8-án, nőnapon. Fogjuk ezt bemutatni. Azért az is ki van találva. Egy marketinges veszett el. De nem én voltam, itt a nagyon zseniális Imre Zsolti menedzserünk volt a szuperhős téma körben. Akkor Imre Zsolti. Jó ötlet. Nőnapi koncert. Ez annyira a saját zenekarod, hogy ezt te is raktad össze. Igen. Vagy te indítottad el? Te ötleted volt? Hát van a legjobb barátom az énekesnő, a Hunyad Kürti Éva. És nekünk már ez egy régi álmunk volt, hogy zenéljünk együtt. Volt is egy zenekarunk a úristen, nézd, amit teszem, de kell, mert itt nézel ilyen furán, ez is egy lehívád. Ők is néznek. Ja, jó. De őket nem látja. Most megvárjuk a választ, kedves nézőink. Aki tudja a választ, és ott, hogy mi volt a zenekar. Írd már meg, légy szíves. Nézd, amit teszem, Inst. Nem baj. Mi a másik jó, zenekar? Jó, igen. Szóval volt egy zenekarot a korábban, de az nem az volt. Mindegy, igen, és akkor nagyon sokáig élelődött bennünk, hogy legyen egy zenekarunk. És akkor volt a Fluortomival egy egyéves projektünk, a Fluor and the Filigrans, ahol engem kértek meg, hogy rakjak össze egy zenekart mögé, a Takán Zoltán Jappi kért meg, és együtt összehasztuk a bandát. Természetes, hogy a Hunyinak szóltam, hogy legyen a vokalista,
az akkori gitáros az nem az, aki most a Holy Chicks-ben van, aki most a Holy Chicks-ben van, az az életem első női zenekarában, a Ragdolls-ban volt a gitáros. Csodálatos brazil sorozat. Nem, ez egy másik. Sok első zenekar volt. Ja, nem. Női zenekar első. Ja. Igen. És akkor így hívtam a Krisztit, és a Fannika pedig, ő pedig barátnőnk, a szupernemes időszakból ismertem meg a Fannikát, és akkor így összehoztuk a bandát. Tehát jó, én szóltam mindenkinek, de alapvetően ez a Hunyival egy idegetett álmunk. Így már igazából minden tisztában. Flór, Tomi, egy pillanatban megállnánk. Egyrészt Tomi volt a vendégünk. Te jó Isten! Ez is egy gyerekes oda valaki nem látta, nézze vissza. Illetve az ő menedzsere is volt egykoron a vendégünk, és tök sok felől egyébként azt hallottuk, hogy... A Gergő? Igen. Uh-huh. Nagyon sok felől azt hallottuk, hogy Tomi egyébként nagyon jó dolgozni. Igen. És erre lettem volna kíváncsi, hogy így ebben a projektben ti ezt hogyan éltétek meg, ti is alátámasztjátok ezt a tényt. Igen, én szerettem vele együtt dolgozni, nagyon sokat röhögtünk, meg jó volt, mert elvitt minket fesztiválokra, és ez nekem egy ilyen nagyon régi álmom volt akkor is, meg most is, hogy folyam nyáron, az nyilván a fesztiválokról szóljon, menjünk zenélni, és tök jó, mert ez volt, ez történt egy nyárig, egy szezonban mentünk vele mindenhova. Tök jó. És van még egy zenekarod, ami így a sajátabb, tehát amiben állandó tag vagy. Van a Holy Chicks, de azt mondtad, hogy van még egy zenekar, ami... És most álltam be, igen, az a Pinász igen. nevű. Hát, és képzeljétek el, női zenekar ez is. Igen, és most jelent meg szintén egy kis lemez velük, a Trimester címet kapta, nevet kapta ez a zseniális háromszámos EP. Nem tudom hova tenni a csajokat, csak csajokat nem tudom összekötni. Miért? A Trimester? Igen. Miért? Mert nem tudod, mit jelent a Trimester? Akkor lehet, hogy nem tudom, mit jelent a Trimester. Az a terhességnek a harmadik szakasza. Ja, még nem voltam terhes, az nem, azért van. Én sem mondjuk, de... Én most nem tudom eldönteni, ciki vagy nem, hogy tudom. Vagy nem tudtam. Volt. Nem, bocsánat, nekem ez nem volt de, csak jól hangzott, adjuk ezt a címet. Nem, én szeretem magamból hülyét csinálni. Nem, nagyon... A komoly nők társaságával vagyok, fú crazy csajszik, és a luditák repelnek bennem. Na ők viszont. Ők nagyon olyan dumát nyomnak le, és nagyon szeretek velük zenélni, úgyhogy beszálltam ebbe a zenekarba. Velük egyébként január 26-án játszunk a Mikatiba darba. Ó, wow, hogyha valaki kíváncsi lenne a Pinups. The Pinups. Én nem tudok olyan pattogósan mondani, de már egy dobos a nyelvében is. The Pinups. Ha valaki kíváncsi rá, akkor még egyszer, ez január 26. 26, Mikatiba dar. Csúcs, szuper, az vasárnap. Nem, szombat. Hát, nem, igen, ez egy hétvége. Nem, már 25-én péntek. A vasárnap is hétvége teszem hozzá. Na jó, de az már nagyon a vége. És azért kérdezik, hogy te a szuper nem ment dobolsz? Csak volt az előbb, mint a szupernemes korszakot. Nem, ez ilyen mindegy, ez egy 4 éves ilyen magánéleti sztori. Értettük a célzást, nem megyünk bele a szupernemes sztoriba. És mi a helyzet a beugrós dolgokkal? Mert gyanítjuk ugye, hogy te is session zenélsz még azért egy pár helyen. Ha csak a korábbi kollégádból, Ábelből indulunk, aki nemrég volt a vendégünk, vagy bármelyik zenészből, igazából mindenki állandóan haknézik mindenkivel. Ami egy tök jó dolog. Szerintem is jó dolog. Igen, most a legközelebbi ilyen például elhívtak a Kisendiet. A Kisendi a Hooligansből ajánlott be a Holiday Crew Tribute Bandbe, ami egyébként ugye a Mötley Crew-t játszik. Na bocsánat, de most állítsa, hogy nem ő a legjobb dobos, de azért Kisendi őt ajánlgatja maga helyett, jó? Tehát Kisendi sem egy rossz dobos. De egyébként ez igaz. Nem egy rossz dobos. Nem, a Kisendi nagy király. Szóval az van, hogy egyébként a Mötley Crüe-ben, a rock történetben a Tommy Lee dobol, viszont volt 4 év, amíg egy női dobos helyettesítette, és akkor ez egy ilyen csodálatos, igazi tribute story, hogy akkor itt most vagyok én, és akkor tudom. Mekkora! Igen. Nagyon nagy. Na de hát ez most lesz csütörtökön a Hard Rock Caféban, Mötley Crüe dalok, 16 dal. Hát a jó, húj, de azért ezek nem könnyű dalok. Erős lesz a buli, erős lesz. 2 éve már egyébként játszottam velük, és akkor volt egy kb. 2 hetem, de mindennapos, próbanapos 2 hét, azért az arra simán fel lehet készülni. Most nagyon hirtelen jött a hívás,
Mennyi időd volt rá? 4 próbám, de ebből csak 3, mert inhüvelygyulladásom lett. Sose gyakoroljatok jéghideg terembe. Soha. De ezt így tényleg. Én megfogom. Bárkinek, aki dobol. De nem is értem, mit gondoltam. Kabátba gyakorolgattam. Szóval ez teljesülyeség. Úgyhogy mindegy, meggyógyultam. Minden jó. Úgyhogy csütörtökön rock and roll. Tehát akkor csütörtök a legközelebbi alkalom, amikor láthatunk, illetve még a Mika Tivadar, ami valamelyik hétvégére is. Január 26-án. Január 28 után is lesz majd gondolom valami nagyobb koncert a lemezbemutató. Ó, igen, igen, de arról még nem mondok semmit. Illetve majd, illetve forgatunk egy klippet a Holy Chicks-el az egyik kedvenc dalomra. És akkor majd elhívjuk az énekest a nagy lemez környékén, és akkor jól beszámolunk róla, hogy mi a helyzet, meg az aktuális dolgokról ott körülöttem. Jó, mindenképp. Úgyhogy jó, oké, szabadon fogtuk figyelni, ti is mindenki szem és fültanúja volt, hogy mit mondott, úgyhogy lesz még egy Holy Chicks-es műsorunk. De ha nem, felvettük és visszanézhető. Hála Istennek. Viszont pedig pereg az idő is, és elérkezett a játék ideje, bizonyám, és új játék van! Neked nagyon fontos, amíg elmagyarázom a játék szabályokat, illetve elmondom, hogy mi lesz az új játék. Elmondhatom egyébként? Válaszol játékost. Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy addig gondolkodjon egy kicsikét, hogy ja, de jó, persze, mondd el, nyugodtan. Igen, hogy kivel mérnéd össze az erődöt a vadonatúj játékunkban, ami egyébként a WTF nevet kapta. Mutatjuk. Bárki is gondolná, nem az eredeti jelentését fogjuk használni, hanem a Where is the fun, ahogy egyébként tényleg... Ez az eredeti jelentése, ugyanis ez szerepel a dobozon. Hát a dobozon igen, de egyébként mindenki másképp használja, ugye? Na mindegy, erről van itt szó. Szóval, ő az aktuális új játékunk, a játék nagyon egyszerű folyamot kapott tőlünk. Kedves vendégünk választ magának egy játékos társat. Hát most bocsánat, de ha gyáva lennék, azt mondanám, hogy téged, de vakmerő vagyok, és inkább bocsánat, hogy ezt mondom, de mivel már szívtuk egymás vérét itt az adás előtt, azért most téged választalak, hogy... Pikácsú, téged választalak. Na, ez jó viszont, akkor én mondom el addig a szabályokat, én meg kezdem. De nem haragszol! Rád soha! Domérit mondtam, de... Nem bírom. Sziasztok! Azt a mindenit! Na jó, oké. A következő a helyzet. Van nekünk egy időmérő eszközünk, most nem a képernyőn fogjátok látni oda betítve, hanem itt lesz konkrétan nekünk rajta az asztalon. Van nekünk... Na. Gyerekek, szétcsapok közöttetek. Na, enyebeny. Irgumburgum. Van nekünk egy dobókockánk, ez egy 8 oldalú dobókocka, 1-től 4-ig van számozva, 2-szer. A matekosok kedvéért. Ezzel kell majd egyet dobni. Minden kártyánkon nekünk 4 darab kérdés van. A dobókocka összesen annyit határoz meg, hogy hanyadik kérdést olvassuk föl a kártyáról. Azt fogjuk most csinálni a korábbiakkal ellentétben, hogy először ugye a vendég, hiszen övé a kezdés joga, le fog nyomni egy kört. Megnézzük, hogy a 45 másodperc alatt hány kártyára tud válaszolni. Ha olyan kérdés kap, amire nem szeretne, illetve nem tud válaszolni, az utóbbi nyilván nem fog előfordulni. Vagy igen, akkor nyugodtan mondhatja, hogy passz. Illetve, hogyha nem fogadjuk el a válaszát, akkor kivesszük azt a lapot, és ti dönthetitek el, hogy elfogadjuk-e azt az adott választ, avagy sem. Így segíthetitek is, meg ellene is dolgozhatok a dolognak. Ezen kívül még ti is írhattok nekünk nyugodtan kérdéseket, ezeket szépen összeszedjük, és lesz egy bónuszkörünk, amit a ti kérdésétekkel tűzdelve fogunk játszani. Ehhez viszont az kell, hogy lehetőleg olyan kérdéseket dobjatok be, ami nagyjából passzol a játékhoz. Most nem 5 másodperc alatt kell 3 példát mondani, hanem teljesen abszolút-e szivatós, sok esetben kétértelmű kérdésekre kell válaszolni. Sőt, van benne egy olyan kérdés, ami nem kétértelmű, egyszerűen csak paraszt. Nagyon fontos, ezen a vonalon várjuk a kérdéseket. Nem kell kidomkodni most. Próbáljuk szivatni a kedves műsorvezetőket, illetve a még kedvesebb vendéget, akinek át is adjuk a dobás jogát mindjárt így az elején. Hogy így úgy, hogy a kockát azt meg is fogod kapni. Ezúttal szeretnénk jelezni, hogy nem 18 éven aluliaknak ajánlott feltétlen ez a része a műsornak. Jó a műsor, imádom, Hugi, írt a Györke. 16 plusz. Erről ejtettünk-e pár szót? Nem, de ejthetünk, hogyha azt kérdezed, hogy ejthetünk, akkor igen, ha ejtettünk-e, akkor nem.
tulajdonképpen mind a két kérdés, ami megfogalmazódott benne, válaszoltál rá. Nagyon szuper. Lecseréltük a banánjainkat, és mostantól nem banánokat fogunk fogyasztani, hanem különböző italokat. Jelen esetben paradicsomlevünk van. Minden körhöz van fűszerezve, az első a fahéjas paradicsomlé. Aztán van nekünk szerecsendió, nézzek a segítőnkre, igen, középen a szerecsendió szerepel, és a végén van a... Oh. Szegfűszeg. Szerintem fordítva egyébként. Fordítva lesz? Oké. Okay. Szegfűszeg, szerecsendió. Na, tudtam, hogy össze fogom keverni. De fog hányni. Dehogy is. Az plusz pont. Azt tudtam. És mi is tudtam? Olyan számos emlékeimben ez jön. Elmegy. És én nem tudom elfelejteni, én voltam nagyon sok gólyatáborában az LT-nek a műsorvezető, és ugye mondtuk mindig, hogy a hányás egy plusz pont jár, és ilyen vidáman jöttek a jövő pedagógusai, plusz pont, álltam. Ott ez ment folyamatosan, és mondtam, hogy Jézus, hogy ti fogjátok tenni a gyerekemet, akkor végem van. Györke, közben neked mondanám, hogy minden héten ilyen jó műsor, hogy dobj egy lájkot a kibongézen, hogy lemaradj a jövő hétről, vagy például a holnapi műsorról, vagy a holnap utániról. Évig volt. De ezt most nem nyitjuk meg, az volt a kérdés, itt ilyen suttyomban, hogy van-e gyerekem, és mondtam, hogy még nincs, vagy tudtommal nincs, de azt is hozzátettem egyébként, hogy egy évig volt. Ezt majd elmondom, jó. Az egy ilyen, ezt most nem nyitjuk meg. Akkor nem menjünk bele, a technikusunknak van gyereke. Szeretnél elvelni? Aha. Nem, hogy ez bármit is számítanak. Nem vagy, de jó érzés. Zsírúj paklival. Igen, ezért ajánlottam föl, mert én is szeretek emelni, ez egy olyan jó dolog. Na, kérlek szépen dobj egyet. Segíts, hogyha valami van. Még végig segíteni fogom. Jó, nem dobok. Hogy nem egy négyes. Na! Négyes, és akkor ahogy fog kinézni a dolog, azt hiszem az előbb nem fejeztem be ezt a sztorit, de ha igen, akkor elmondom még egyszer, hogy játszik egyet Vivi, játszik egyet Mikey, amelyikük kevesebb kártyát gyűjtött, az fog egyet inni. Illetve, amikor befejeztük a három kört, akkor ennek az egésznek a végén összeszámoljuk a három kör összes kártyát, és aki kollektíve kevesebbet gyűjtött, az is iszik még egyet. Őre. Dupla bünti. Tehát nem elég, hogy ő veszített mindenkinek, még jó. Egy büntetés. Nagyon jó, hogy te olvasod fel a kártyákat, na, ugye? Szuper, én olvasom fel a kártyákat, úgyhogy most Mikey pedig addig figyel, úgy látom, hogy megfordítja az órát, és kérlek, ne dugd majd el a nézők elől. Ez volt a tervem. Készen állok? Jó, én készen állok. Vivi, készen állsz? Nem baj, menjünk. 45 másodperc, tessék! És mi kerül elő sokszor mocskos beszédkor? Mi kerül elő? A nyelven. Jó. Öleld át a legszexibb játékost. Te vagy közelem. Ez jó eset. Nevezd meg valakit a parlamentből, aki bizony külön megbaszódhat ezt. Fluor mi a soros? Oké, mondj egy szinonimát a vulva szóra, amit nem találnak meg szinonimaszótár.hu felsorolásában. Értem a kérdést. Vulva. Oké, akkor ezt nyomunk el egy passz. Mondj egy drogtípust, amit megfőzőcskéztek a Totál Szívás sorozatban. Heroin. Egyébként nem. Mi az a hafada? Mána. Lejárt az időnk. Én nem tudom, mi az a hafada. Én sem. A hafadát kikeressük. Hogy hívják viszont ők? Ők mást főztek. A crack. Más főztek? Mit főztek? Mit főztek? Idet főztek a sorozatban. Milyen sorozat? Most tudom, milyen sorozat? A Totál Szíves, Breaking Bad, tedd ide vissza szépen. Jó, én nem is nézek ilyen sorozatokat. Van az, tehát az egy dolog, hogy te nem nézel sorozatokat. Elvetted a lapjaimat? Mert nem válaszoltál jól. Ez ilyen. És akkor igen, van egy, ez viszont, mivel én azt gondolom egyébként, legyünk korrektek, tehát hármunkból hárman nem tudjuk, hogy mi az a hafada, amit ki fogunk keresni nyilván, ezért ezt adjuk. Segítsetek! Abszolút, abszolút. Segítsetek, hogy ez micsoda. Ezt egyet vissza. Jó lesz. Hány kártyát gyűjtöttél? Bocsánat. Hármat. Nagyon jó. Az első kör állása eddig 3-0, de még csak a felénél járunk a körnek. De te ismered a kártyalapokat? Halló? Ja nem, mert most játszottunk egyet először. Jó. Zsófi közvélet, igen, durva volt az összes golyatábor, rendszerint elment a hangom a végére. Ez így volt. Hát a golyatáboroknak ez a lényege, de nem hangért megy az ember, hanem ott hagyni. Mikey? Közjegyző által hiteltelenítve nyitottuk ki a... Kérlek, dobj egyet. Egyes. Na, akkor te fogod kapni az egyes kérdéseket. Én had. Abszolút. Ezt félre rakom, mert ezekre nem sikerült, és nehogy bekeveredjen hozzám, jó? Helyes. Lehet. Várjál. Metamfetamint írja Fruzsi, és milyen jó, hogy a játék, hogy diszlexiás, olvas gyorsan. Igen! Ez nehezítő tényező. Szívesen. Diszlexiás leoltod. Vagyok. Én is. Azért örültem, hogy nem én olvasok. A tisztesek, tartjuk össze! Király, nagyon nagy. Nagyon.
Csak nem. Ki akartuk takarni az arcodat. Ezt nem tudjátok. De, és megölelgettelek volna mindenkit itt az izébe a szexi játékos izé. Én tuti magamat ölelgettem már. Halagos már nem vagy rászki, mindegy. Kétszer is megsértődtem egy perc alatt. Mehet. És az volt az egyes. Mutasd bármire a szobában, ami meg lett pakolva. Nevezd meg három peszkes testrészt. Bimbo, csikló. Nem ér. Mi? Nevezd meg valakit, aki túl szexi a felsőjéhez. Rike. Mi történt a testeddel, ha dzsuva kerül rá? Mi történik a testeddel, ha dzsuva kerül rá? Bepiszkolódik. Bár nem vagyunk rá kíváncsiak, de hányal bír el Mária Geronázzó? Geronázzó. Hát, vagy 8-al. Mondj 4 szinonimát a prostituáltra. Ribi, kurva, mi van, lejárt? Nem. Passz. Haladjunk, még egy. Oké, használj 3 másik igét a vizelés helyett. Lejárt! Befejezheti? Pisilés, pipilés, húgyozás, brúzolás. 3 volt, úgyhogy elnatottad. De nem jó, a bimbi meg az azt kivettem, a bimbit azt kivettem, mert hogy 2-szer mondta a bimbit. Mennyit van? És én nekem 2 egyébként, hát ezt akár is számom. Rengeteg. Nem lehet. Na, figyelj, kapjuk. Fehér Dan írja, a hafada, intim piercing, Zsóf írja, a hafada, férfiaknak készült ékszer. A herezacskót átjukasztva egy gyűrűt helyeznek bele, és ennek nem látom a végét, de ez egy genitális piercing, közben megkaptam rövidebben ugyanezt mi a mondatot. Mi volt ez, amit nem tudtunk? Hafada. Ez a hafada. Ez egy férfiaknak készült intim piercing. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ismeretterjesztő műsorunkban. Mert hogy nálunk tanulni is lehet, nem csak szórakozni. Igen, igaz, hittem, hogy képben vagyok az intim piercingek nevével, de most kiderült, jó, hogy van, ezzel nem sem. Ez. Na! Most akkor hány kártya? 5! Oda néz! Nekem hát ezek is annyi van. Az első kör állása 5-3, úgyhogy Vivi, kérlek, válasz egy szimpatikus felest, meg is tudjuk neked keverni azt a szimpatikus azt felest. Keverjük meg! Jó, de melyiket meg szeretnéd? Várjál, a fahétól nem az van, hogy... A fahétól olyan karácsonyos lesz a hangulat. Jó, legyen egy fahéjas. Legyen egy fahéjas? Meg nagyon sokat tett bele a kedves anyós, nagyon szép lány segítő. Nem tudom. Mi azt mondtuk neki, hogy ne spóroljon, mert olcsó. Jaj, de jó. Az a jó, hogy ezek... Húzzam le. Hát akkor gondolod. A kortyogathatod is, de szerintem egybe jó. Kevésbé rossz. Yeah. Hú, de jó. Sose volt még ilyen jó. Meggyőzött? Nem olyan rossz egyébként, rosszabbul számítottam. Ez csak a beriesztés volt. Nagyon szuper. Na. Éjjel. Második kör. Jaj, már nyernem, én nem bírok veszteni, de... Igen, ezekben jó vagyok. Bakker. Na mehet? Az előző játékban nem voltál, úgyhogy... A 4-es már megint. 4-es. Nagyon jó vagy ebből a 4-esből. Na, kár, szuper. Nem ez a feladat. Ki fordítna nekem órát? Én. Te. Elkékülni. Zsiráf. Mehet. Nézed. Oké, kezdjük előre. Hát jó. Nem sikerült elolvasnom. Nyugi, lassan. De ezt mondták meg emiségben. Keresünk egy műsorvezető társat, aki tud olvasni a következő szezonban. Dolgozunk már egyébként az ügyön. A következő szezonban nagy szükség lesz rá, ezek szerint. Mert? Mehet. És? Nézett a játékosok közül bárki is olyan valóságsó adást, ahol éppen keféltek? Igen. Találj ki egy új becenevet a vaginára. Pina. Ki nyerné meg a jelenlevők közül az év hátsó fele díjat? Ő. Hosszú, kemény és csordultikban lével mi az? Uborka. Egy feszes kettes test rettenetesen remegne, de ezen szerkezettel nem. Milyen ruhanemű ez? Dress. Kacsints arra játékosra, akire leginkább megéri kacsintani. Jó, most kivágta magát. Nevezd meg valamit a háló vagy fürdőszobából, amit még soha nem használtál. Penész! Nem használtál penész? Kedves nézőik! Megadjuk ezt a pontot! Igen! Sokkal meglepőbb, hogy penész tarta a fürdőszobában. Mindenhol! Egyébként teszem hozzá a miekben is jutott egy kicsi ilyen ez a panel. Tehát a dresszre térjünk vissza egy pillanatra. Akkor az egy feszes, kettes test rettenetesen remegne, melltartó? De ezen szerkezettel nem. Nem tudom, mert eszperente nyelven gondolkodtam tovább. Beszélsz eszperantóval? Ezek eszperente. Eszperente. Aha. Hát én most értem. Most az a dressz, hogy a dressz is helyén. Oké,
Itt jön a tiszerep, várj, itt jön a tiszerepetek, kedves nézőnk, Mikey meg akarja vétózni, Bibi el szeretné fogadni. Írja közben Fanni, igen, adjuk meg. Milyen Fanni? Seprényi? Páli. Páli Fanninak igaza van. Egyébként ez van, a nézők döntik el kétes esetben, és teszem hozzá, a dressz is képes megállítani a nagy volumenű rengést, nem? Jó, és mi a helyzet a penisszel? Hát azt mondta, hogy azt még nem használta. Miért? Használtál már penészt? Evésre a sajtba, de nem a fürdőszobában. Hát ez, ezt is adod el. Köszönöm. Oké. Okay. Meg lehet vétózni egyébként, hogyha valaki, írjátok meg, hogyha nem szeretnétek elfogadni a penészt, de akkor tömegesen próbáljátok meg szivatni. Bibit nyugodtan, mert fontosan beszól nekem, és egy kacsintásra próbálta magát kivágni. 3, 4, 5. Halt meg a hetes. Ho-ho-ho-ho! Vagy belehúzod. Mi van döntetlen esetén? Dani erre is azt írja, hogy adjuk meg. Mi van döntetlen esetén? Mind a ketten iszunk, nem? Nem! Őszik! Az nem rossz egyébként. Úgy leszik az eldőlt. Úgyhogy húzzátok bele, jó? Jó, de semmi döntetlen. Kemény, komolyan kéne venni ezt a versenyt most. Na, hát gyerünk már egyébként. Már megy a műsoridő is. Kettes? Kettes. Jövő. Mehet? Mehet. Foglalt mondatba vicces, egyedi módon megszólaltak a diadal harsonái kifejezést. Szólad... nem, passz, nem. Oké, okay, hány játékos hoztál a sisakját? Egy se. Mondj egy közkedved gumi ízt. Banán. Piroska meglepődött, hogy az ágyban fekvenek milyen nagyok a miei. Szemei. Nevezd meg valakit, akinek kacsücsőre van, vagy mutasd be kinézetét. Gerard Mario. Nevezd meg egy közismert filmet, amin egy nő orgazmus szimulál. A bányok hallgatnak. Mi az, amit a legtöbb nő megtesz hónapról hónapra, de a legtöbb pasi nem teszi meg? Lemossa a kocsiját! Nem, ez fordítva van. Én is tudom, de próbáltam egy kicsikét izé lenni. Sok mindent lehet erre válaszolni, de igazából a kocsi mosást meg elfogadom. Hát a menstruálás lett volna, de ezt a körtest az igazság, hogy ezt elérted, mert négyet gyűjtöttem. Vivi belendült, dress oké, Zsófi is írja, de tájékozott vagy benne. Ismerete ezt is level 100, ezek mind intim piercingek férfiaknak. Albert Herceg, na az Albert Hercegen nagyon sokáig gondolkodtam, hogy legyene, de végül kiderült, hogy gyáva vagyok. Az mi? Az Albert Herceg. Mm-hmm. Az kérlek szépen egy olyan piercing, ami a hímveszőn így alulról szúrják be a magba, és a húgycsövön jön ki a másik fele. Jesszusom. No, wow. Az egyik legdurvább férfi. Én a szektűszegre megyek rá akkor. Na, lássuk. Egészségedre. Ja. Egészség. Feszültsem. Jézusom, ez mennyire bizarr. Ilyen lehet fogorvos után Bloody Mary-t inni a fáskóval. Nagyon durva. Hú, de kemény. Oh, ajánlom a következőt. Nagyon jó. Na viszont, kedves, úgy látom, hogy a kedvesné. Hú. Közben Tibi írja, hogy lekéste az év a első adásnak, amit Tibi, tudod, semmi gond, vissza lehet nézni. De örülünk neki, hogy végül befutottál. Igen. Azért a megosztásokat dob rá nyugodtan. Tibi a legnagyobb rajongónk, annyi megosztást dob mindig a műsorra, imádjuk. Olyat még nem látom. Szia, Tibi! És ő is nagy rocker. Ennyi. Teszem hozzá, úgyhogy... Akkor gyere el csütörtökön, tudom. Így ki úgy. Ennyi. Na, mivel nem nagyon jöttek a nézőktől kérdések, ezért a kártyákhoz folyamodunk, és nyomjuk a harmadik kört, hiszen azért a három kör az így igaz, az marad, úgyhogy ez lesz a döntőkör. Kérlek szépen dobj egyet, és akkor már is pörgetjük a dolgot. Egyes. Na, egyes. Nem négyes. Átvettem a helyed. Mindig a tárca alá dob. Fogod megnyerni teljesen. Igen. Teljesen. Na, nézzük, úr, jó. Na, Mikey, óra. Mit mondtál, egyes? Jó. Uh-huh. Csak nyugiban. 3, 2, 1. Kedves dolog cövekelni? Igen. Ülj valaki nálad sportosabb ölébe, vagy dicsekedj el, oké, kapsz egy másikat, nevezd meg pár szexslang kifejezést, ami még ismeretlen volt a szüleid korában. Kúrás. Fasz! Menjen tovább, Jézusom! Oké, hány játékos racsnizik balkézzel? Egy se. Nem tudom, mit tudom. Oké, melyik nő nevet használják egy drog utcanévként is? Melyik női nevet használják drogként utcán? Értetted? Nem. Melyik női nevet használják egy drog utcaneveként is?
Én fogom meginni, elvesztettem a panelát, vége van, nem hát tudom. Igen, az általános műveltség nagyon fontos, ez a játékos. Jöhet tovább. Vége van, nincs. Van egy lapom. Várj meg ezt a balkezes dolgot, ezt... Ezt nem értem. Racs, nézd, hogy ki szokott balkezzel racs nézni. A balkezes. Masturbálás a játékosok közül. Akkor a balkezet nem értetted? Nem értettem a két összefüggést. A játékosok közül, tehát igazából Mikey szokott, ez volt a kérés szerinted. Ja, hát ez jó van. Szerinted? Jobb vagy balkezes vagyok. Nem szokott. Nekem adod. Egy úr vagy. Én korrekt játékos vagyok, igen. És jobbkezes. És jobbkezes. Nem megy. Korrekt jobbkezes játékos. És mi az a név? Azt mond már meg a drogos utca név. Nincs hozzá válaszunk, de egyébként... A Kati. Tudjátok? Kati. Ica, Gina. Jaj. Kati, Ica, Gina, ilyenek vannak, igen. Jaj. Ica utca. Aha. Ica utca 2. Jól van. Azt írja Tibi, Rike, holnap te is iszol, mindig Mikeynek üt a nehezebb rész. Tibi, diszlexiás ők, és én olvasok. Szerinted nehezebb meginni a paradicsomlevet, mint felolvasni, úgyhogy nem tudsz olvasni, és még a szemem se jó rá. Én tudok inni. Mikey meg tud inni, erről van szó. Ne, egyáltalán nem, nekem jutott a nehezebb rész. Na Mikey, dob egyet, kérlek. Kettes. Mariska. Közben jött válasz az utcára. Mariska, az Ica, Gina és társai mellé Mariska. Egyébként az lesz a legközelebb. Várjál. Fia, átfordította simán, vagy még nem? Nem. Már grázva lefelejtettem. Hányas dobtál? Kettes. Oké, mehet. Mi a szűz ellentéte? Mi a... Nem, passz. Mutass egy helyet magadon a fejeden kívül, ahol nő a szőr. Mondj valamit, amit rendesen meg lehet rakni. A tüzet. Mesélj el valamit, amiről nem lenne szabad beszélned. Passz. Hogy hívták a másik kettőt, amikor utoljára vettél részt édeshármasban? Passz. Hogy hívták az utolsó hotelt, ahol egy komplett aktust lenyomtál? Passz. Mondj egy kétszavas slang kifejezést a péniszre. Kétszavas. És lejárt. Jó, de jó. Bocsánat, én nem vagyok kurva jó játékos, korrekt játékos. Ez az. Kapitány úr! Körmester! Az egy szó, te! Csak ja, összetett! Két szó! Jó, hát nyilván aztán kifutottam nagyon az időből. Ez a végtelenség nyilván nem váltunk. Ezt nem kérdés kaptam. Ez elég jó volt ez a kör. Kettő? Igen. Hát Rike, te is szól. Nem! De! Miért? Hát ebben maradtunk. A kör. Tibi, szívesen! Jó, akkor én viszont bevadulok, én próbálom ki ezt, viszont lement a három kör, kérlek szemedök összesen hány kártyátok van. Azt nem mondjátok, hogy döntetlen, mert még megvárom, mert akkor csak egyszer iszok. 12. 11. Oh! Azt nem vagyom! Tényleg? Nem az van, hogy jó fej vagy. Én nem vagyok úgy ember. Úgy örültem volna 13, nem vagyok. 12. Na, Mikey, akkor viszont ilyen, én kapom ugye a döntetlenetek miatt ezt, és te ugye az overall miatt válasz szintén magadnak egyet. Én meg köszönöm. Azt hittem, hogy velem tartasz. Nagyon kíváncsi vagyok, és te nagyon nem szereted a fahéjat azért. Hát nem véletlenül nem azt választottam. Miért nem szereted a fahéjat? Utálom a fahéjat. Ő nem. Legrosszabb. Viszont ajánlom nektek a egészség. Csirió. Egi. Tényleg nem olyan rossz. Nem olyan rossz. A fajta de ez sem olyan jó. Hú! Ha! Na, ez lement. Viszont pirik-perek tovább a műsor. Ezeket szépen kirakjuk a képből. Kedves nézőink, írjátok meg, főleg a régóta velünk levők, hogy hogy tetszett az új játékunk, illetve... Kicsikét majd zöggenő mentesebbek leszünk, nyilván nekünk is ez volt az első. Úgyhogy, az első éles próba, igen. De viszont... nagyon jó, én egyébként nagyon jól éreztem magam. Neked hogy tetszett a játék? Leizgattam, nagyon jó. Veled játszottunk először ilyet. Nagyon jó, úgyhogy... de jó. Nézgi, aha, ezt meg is fogom venni, meg lehet ezt vásárolni. Meg lehet egyébként vásárolni, igen, mindent el fogunk árulni műsor után. Jó. Viszont nem emlékszem nagyon olyan kérdésre, amit nem válaszoltunk volna meg útközben, úgyhogy az egész komment blokkunk egy... Egyszerű kérdésből fog állni, kérlek, Mikey, tedd föl, mert ideig sok kérdést tettem föl nektek, úgyhogy ez a te köröd. Így van. Tök jó, hogy itt van a telefonod, véletlenül az asztalon. De kimászok a képen. Tök véletlen. Tök véletlenül megkértük, hogy legyen itt az asztalon. Igen. A terem, hogy a vivének, mint az összes többi vendégnek, neked is fölteszik ugyanazt a kérdést, mint nekik. Mi volt az utolsó Google keresésed?
Nézzük meg. Aha. Természetesen, bármi olyan, amit nem szeretnél, nyugodtan elmondhatod, hogy, hogy mi volna az. A Google keresésem. Igen. Nem a netes keresésem, szerintem fordító, mert nem... Oscar. Miről fordítottál, mire? Az. Megnézte! Bocs, ne! És elnyomta! Jaj, mi volt beírva? Basszus. Be volt írva, hogy hogy van angolul a csütörtök. Nem! Nem, egy mondatot a csütörtök. Lesson number one. Olyan már mondtam a diszlexiások, és nem akartam elrontani, mert... Csütörtök. Ahelyett, hogy arra kerestett volna rá, hogy fülbe való. Közben Dani írja, hogy jó, csak keveset kell inni benne, és ez nagyon nevet. Eddig. De aztán még ki tudja, hogy hova fog fejlődni ez a játék, illetve Ádám beköszön. Szép estét kívánok minden itt lévő tagnak. Neked is, oszd meg a műsort, hogy máshoz is eljussanak a jó kívánságok. Így van, meg szóljál mindenkinek, hogy lájkolja a Gibbon, ezt egyre jobbak a műsoraink, ezt most nagyon élveztem ezt a mait. Mert nagyon jó, jó játék. De még nincs vége, van még egy játékunk. Az utolsó, az évad játéka, a gyorsasági játékunk, amiben összemérjük a vendégeinknek a tudását, az erejét, a gyorsaságát, a logikáját, a szemeit, a kezük munkáját, szinte minden. De most egy dobossal lesz dolgunk, sokkal izgalmasabb. Bár volt már dobosunk. Igen. Hú, de megörült. Most de, hogy van angol. Majdnem megörült, majdnem megrigyeltem a pasidnak. No, a páratlan páros című játékot fogod te is játszani, mint ebben az évadban minden vendégünk. Ez egy zokni párosító játék, de ki van vele tolva, ugyanis az egyik zokninak nincsen párja. Nincs benne a párja. Így van, nincsen benne a kosárban a párja. Feladat nagyon egyszerű. Meg kell találnod mindegyiknek a párját, és a legvégén felmutatni azt, amelyiknek nincsen. Nagyon fontos. Nem kell összegöngyölgetni, vagy ilyesmi, csak legyenek meg, tehát, de le is dobhatod, ha megvan. Viszont figyelj, mert vannak trükkösek, tehát valami nagyon úgy néz ki, mintha, és akkor így eldobnád, de akkor azért vissza kell menni, azért szólni fogunk. A feladat időre megy, és csak akkor ér véget, ha mindegyiknek megvan a párja, és megvan az az egy is. Tehát csak azért, mert az az egy megvan, még nincs vége. Mindennek meg kell lenni a párjának, hívjó a kakuk tojást. Ki is boríthatod mindent, amit szeretnél, az óra készen, én már, ez, már a kontrollképernyőt is látom az órát. Bocsánat, akkor indul el, amikor kiveszed Mikey kezébe, mert ő jó hozzád közelebb, én viszont nehezíteni fogom valószínűleg a dolgokat egy laza kommentálással. Hát a készen állsz, készülj föl az ország legjobb zokni párosító kommentátorának a szövegére és a nehéz feladatra. Köszönöm, ez jó. Tessék! Itt a zokni az úr! Megy az idő, ezt ugye tudod. Kiboríthatod, sokkal egyszerű. Nem, honnan tudod, lehet, hogy nekem ez így. Biztos vagyok benne. Nem tudom, egyszerűen elkezdeni a kommentálást, annyira belendülnek itt, még mindig mennek a panyikodások. De hát nincs mit tenni, viszont közben Tisza Bibi belendült és neklátott azon az oknikat párosítani. Először gondolt, hogy sátos technikával fog dolgozni, de végül meggondolta magát és meg is inkább hallgatott Mikey szavaira, és ezek után már is egy kicsit gyorsabban mennek neki a dolgok, nagyon odafigyelve, nagyon praktikusan, szépen türelmesen valogat, nem kapkod, mert a kapkodásnak ugye bizony komoly következmény is lehetnek, például amikor rossz zoknikat párosít össze, Mikey pedig végelőzi ezeket a zoknikat, és egyelőre minden rendben van, viszont nagyon élvezi, hogy az ország legjobb zokni párosító kommentára végig pofázza teljes fölöslegesen hülyeségekkel az ő versenyét, eddig nagyon jól csinálja. Vivi ugye nagyon igyekszik így a női oldalt mindig mindenhol erősíteni, a jelenleg a dobogónkat is nők viszik, övék a prim, meglátjuk, hogy sikerül-e beúszni a mellé, avagy sem, de így az órát nézem, igazából egész jó idővel futunk, és megvan! Ezzel az óra megállt, én pedig elmentem a zsebemből a párját, és ez jól... nekem adod! Szeretnél? Persze! Szeretnél egy ilyen rocker, vasmacskás, rózsaszín szürke, csíkos zoknit, akkor neked adjuk ajándékba. Én azért, de akkor... De szeretném látni... Akkor adj itt volna az enyémet. Hát vagy azt, vagy a fülbe való. Nem, visszaadom, ez kelleni fog még. Nem. Tényleg, van egy feltétele, hogyha legközelebb, amikor elmegyünk egy koncertedre, akkor rajtad lesz. Jó, hát de melyikre jöttök el? Fogunk szólni előtte. Akkor jó. Nem, meglepetés. Ne Mire visszatérjük egy pillanatra, hogy és miért mondtuk az előbb, amit Rike kérésedre ment 46 csoportba az adás. 46 megosztás dobott rá egy hirtelen. Wow, ennyire jó fedi, úgyhogy most már mindenki tud rólad, mindenki is. Hogy áll a ranglista, kérdezi Dani. Teljesen jogosan, egyébként az vagy, hogy mennyi lett az idő? Egy perc? Egy perc négy, tized... másodperc, és ezzel a nyolcadik helyre sikerült. Hát ez egy jó szám. Benne vagy a tízbe.
Igen, és ez jó? Igen. Ki az első? Hány? Nem is az, hogy ki, hanem hogy mennyi idővel. Két lány viszi fél perc alatti idővel a versenyt. Egy kéz hátra egy kéz hátra, és össze kellett dolgoznunk egy-egy kézzel. Igen. A soron következő szingli versenyzőnk, annak az idét nem tudom fejből, de viszont mindjárt meg fogják nekünk írni, és akkor ezt azonnal meg fogom neked mondani. Szerintem még jó, egy... Jó, a nyolcadik. Sáfrány emese 35.6-tal. Így van. Aleska. Igen, úgyhogy egészen nagy női dominancia van így az élbolyban. Hát meglepődtem volna, hogy egyébként másképpen alakult. Viszont az élet az úr az elvette a másodperceimet. Viszont jó volt, tehát a stílus az. Mi imádtuk. Kéne egy ilyen mellékpontozást is csinálni, nem? Modell. Igen, mint ahogy volt egy formabontónak nevezett játékunk az előző, abban, ahol a gyerekjátékban, tudod, meg a hasábot, a háromszögbe, a háromszöget kell bedugni, és ez ment időre. És látnod kellett volna, hogy Benkő Laci bácsi ezt játsza. De jó. De meg azt is, hogy Pap Szabi, aki megkötötte a szemét, és negatív rekordot döntött. Azt mondta, hogy nála lassabb nem lehet, úgyhogy kért egy kendőt, és bekötötte a szemét, és mi irányítottuk, hogy mit csináljon nagyon nagy volt. Tökéletes volt. Viszont sajnos lejárt a műsoridőnk. Igen. Kedves nézők, még egyszer boldog új évet mindenkinek. Tök jó, hogy most is velünk kezdtétek az évet. Találkozni fogunk innentől kezdve nem csak keddenként, hanem az összes többi műsorunkkal is. Gyorsan végigszaladunk rajta. Hétfőn. Abrakadabra. Jön a Reed is, de ezt egyelőre még nem tudjuk, mert nem tudjuk pontosan mikor fog kezdeni, de Abrakadabra 8.02, varázslatos infotainment show, Gyertyán Balázsral. Kedden itt van a Te Jössz, interaktív Gibbon Games Talk Show, szerdánként a Challenge. Méghozzá, minden igaz, ezen a héten lesz utoljára, hogy páros challenge-et csinálunk, úgyhogy jövő héten be fog hozzánk csatlakozni Bogi, akit a Gibbon Girls-ből már ismerhettek, viszont holnap a jó időnek köszönhetően valószínűleg hóember építő versenybe fogunk kezdeni, mindenképp tartsatok velünk. Így van, aztán pedig csütörtökön a Doboz vár benneteket, jól tudom, hogy ugye ők is 20 óra 2 perckor kezdenek most már. Pontosan átkerült a pénteki adás csütörtökre, miután megszűnt a Gibbon Girls, de drága vagy, köszönjük, hasznos vendég, gyere máskor is. Úgyhogy csütörtökön találkoztatok a Doboz műsorvezető hölgyével, Emesével és Fruzsival, akik egyébként az oknipárosító versenyt viszik jelenleg, az eheti témájuk pedig a fogadalmak körül fog zajlani, úgyhogy mindenképpen aki csak tud, az csatlakozzon be oda is. Péntek, szombat. Bulizunk, pihenünk azért, hogy vasárnap egy jó kis hét záró barkóbára hívjunk titeket. Ács Fruzsival, ahogy ezt megszoktuk. Hánykor kezd Fruzsi? 20.31. És köszönjük mindenkinek, aki a tegnap előtti maratonba becsatlakozott. Óriásiak voltatok, imádtuk. Nem hiszem, hogy nézzétek vissza, vagy hát nézzétek vissza, mert nagyon vicces volt, de azért egy barkóbát visszanézni. Igen, kevésbé izgi. Mi nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy eljöttél, és elfogadtad a meghívást, és mostantól számon van tartva, hogy március elején várjuk. Évát. Igen, Évát. Mert ugye van a Barkóba című ez az. Tudtam, hogy valami H-val kezdődő. Van egy Barkóba című daluk, hallod? Képzeld el. Ne viccelj, küld el, adjátok nekünk, és akkor megtesszük főcímdalnak a műsorhoz. Valóban? Na, az ébre is volt, rádúzítom. Jó, oké, megbeszéltük. Jó. Tök jó lenne. Jövő héten a vendégünk Tóth Gergely lesz, rendező, nagyon izgalmas kis adásnak nézünk elébe a jövő héten is, tartsatok velünk, ott is szóljatok bele, osszátok meg a műsort, legyünk minél többen, és lájkoljátok a Gibbon Games-t. Köszönjük! Mindenféleképpen, köszi szépen! Crazy! Sziasztok!